Sziasztok, ez egy csatornán mai videóval meg fogjuk nézni a 100%-os Top Smash Attacks EB Hidden-ös albumot, amit sikerült kigyűjteni teljesen. Szóval full van ma a srácok. Nem olyan nehéz ezt kigyűjteni, mivel csak 108 kártya van, ami elég kevés. Többi nagy szériához képest, ahol 5-600 kártyát kigyűjteni. Nem is tudom, hogy hány csomagot vettünk, kb. 50-60 csomagot vettünk és kigyűjt, kigyűjt a széria. Szóval az egész jó. Nézzük akkor az albumot, ami full papír ugye. És elég furán kell betenni a kártyákat és ide fel. Így be kell csíptetni a sarkát, szóval elég kell lehet amúgy sarkazni a kártyákat. Itt vannak a pontok, ugye, hogy mikor debütált, hány gólt, illetve mennyi meccset játszott a pályán. A kártyák anyag elég vékony. Elég vékony a kártyának az anyaga, ilyen papír. Szóval tényleg majdnem egy sima írólap. Tehát srácok, ez mi pénzre azért nem várunk el nagy csodát. Örülök, hogy ilyet is tudunk nyitni, és amúgy elég jól néz ki ahhoz képest. A dizájn nagyon jól néz ki amúgy, és egy többfajta kártya is van. Vannak az Euro Debuts kártyák, Captain-ök, itt van Ronaldo is, utolsó elvileg. Itt van mikor, mióta csapatkapitán, csapatkapitányi csapatnál. Itt van Szoboszlai is, csak 22 óta. Szóval 2 év. Utána jönnek a Masterclass-ok. Itt is, itt van Szavai Attila. Összesen csak 5 magyar van, nem olyan rossz és nem is olyan sok. Itt vannak a Playmakers-ök, illetve itt van Callum Stice. Jönnek a top scorer-ek, akik a legtöbb gólt lőtték. Ott van Sallai Roland is, köztük. Jönnek az Experience-ek, Nagy Ádámmal, illetve legendák, nagyon jól néznek ki, ez nekem a kedvencem. Srácok, a legendák nagyon jól néznek ki, de azért mégis kicsit vékonyabb kártyák és jobban sérülnek. Szóval meglepően vagány, ugye jobb, mint a csillogós, nekem jobban tetszik, mint a csillogós kártyák. Ugye ebből csak 6 darab van. Itt vannak a Shining Stars-ok, ebből 12, de van egy értékesebb is, ami ritkább. Iniesztek, az ATV Shining Stars legend. Azért van itt kivágva, én vágtam ki, bicska, mert nem volt kivágva. Szóval nem is tudtam volna beletenni, nem vágom ki. Itt van még ott, ez is értékes, ez a kettő ritkább lap, hogy ki lehet nyitni. Elég föl, nincsen benne Jamal, benne van Andre Güller is, de az úgy benne van Szoboszlai Dominik. Ebből kártyája, ahhoz képest nagyon jó néz ki a design. Szóval tényleg 120 fontos kártyákról beszélünk. És ahhoz képest ezek prémium zárához képest. Nekem tetszik, elég élet vagyok vele. Tényleg a gyűjtés elég könnyen megy, elég könnyen lehet kiütni az egész kártyát. Szóval se lesz, akkor még gyorsabban megvagy. Tökéletes arra, hogy elkezd te is megízleni a gyűjtést, hogy milyen a kártyagyűjtés élmény, ami egész varázslatos. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot. Köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk a következő videóban.